Sziasztok! Ez itt a podcast Péntek, a nyugat.hu péntek délutáni hír, magyarázó, hírelemző podcastje. És ahogyan már múlt héten is elmondtam, most egy kicsit más időpontban jelentkezünk, este 7 órakor. Ezt a podcastet ugye megnézhetitek, meghallgathatjátok a Nyugat YouTube csatornáján, a Facebook oldalán, meg mindenféle podcast csatornákon, amit én most nem tudok felsorolni. Plusz a nyugat.hu lesz egy cikk is majd később, ahol szintén eléritek ezt a mai műsort, aminek vendége most a Kelemen Zoltán, a Vörös Sándor Színház színművésze. Zoli, nem is tudom, hányadszor köszöntelek itt a stúdióban. Megbeszéltük, hogy nem vendég vagyok, hanem egyenrangú munkatárs. Hát ugye már mennyi podcastet csináltunk? Igen, és, 8-10-et és valóban ez nem egy interjú. Ez igen, most ez nem is klasszikus interjú. Igen. És Nagy Ákos Balázs, nyugat.hu munkatársa. Sziasztok, most nem tudom, Józsi PC volt-e, hogy most egyenlő partner vagy, vagy vendég vagy, hogy mi a jobb, tudom. Bárki tudja, hogy a vendég nem egyenrangú partner, ez érdekes. De ezt én mondtam, tehát az én fejeztem ki félreérthetően magamon. Jó, hát ebben nem menjünk most bele, mert igen, van valóban, hogy a vendégekkel az egy kicsit másképp bánik az ember, mint egy egyenrangú partner. Ne nyaljál nekem, légy szíves ma délután. De szerintem azért el leszünk itt most a biztos következő 40-45 percben. Hát hírelemző műsor ez a mostani, de azért egy picit, ha már egy színművész a vendégünk, ha egy színművész az egyenrangú partnerünk itt ebben a beszélgetésben, akkor nézzük meg, hát ugye itt a Vörös Sándor Színházzal kapcsolatban voltak mindenféle hírek itt az elmúlt időszakban, de ha jól tudom, most ugye volt ez a kényszerleállás itt az Igen, december 22-től február 7-ig. És akkor, és már újraindultatok akkor. Újraindult, múlt hét kedden újraindult a színház, így van. Egy kicsit mesélj nekünk, hogy akkor most mire készül a színház. Mit próbál? Próbáról érkeztél egyébként. Igen, igen. Elkezdtük próbálni egy Kanál Víz című Mamé, ez egy amerikai darab, ez a szélszesek, ilyen ingatlan ügynökök, ingatlan cápáknak a világát tárja a közönség elé. Nagyon elegánsan, bár nem spoilerezek, de nagyon elegánsan bánnak egymással, enyhén szólva. Tehát, ezt kezdtük el Rusznyák Gábor rendezésébe, ebbe én is játszom, én vagyok az irodavezető, egy nagyon kedves ember. Te vagy a főnök? Én vagyok a főnök, igen. Igen. És szintén elkezdett próbálni Horváth Csaba rendező vezetésével, Muri Zsigmond Kivilágos Víradatig című produkciója. Ennek a bemutatója a Muric műnek március 4-én, az egy Kanál Víz című műnek, amiben én is játszom. Hát most egy kicsit azt jobban reklámozom nyilván. És egyébként egy film is készült ebből, Glengarry Glen Ross címmel, ha jól tudom, vagy van, aki floridai kölcsönlakás eladó ilyen címmel is. Inkább látom. Az előbbit hallottam. Ilyen Jack Lemmon, Al Pacino, Kevin Spacey, tehát elég húzós szereposztás volt benne. Ez pedig mi március 10-én fogjuk a Márkus Emilia terembe, és a Móricz darab pedig a nagy színpadon március 4-én. Tehát ez a két következő bemutató. Meg ha most magamtól is mondjak még a színházról. Magadról mindent mondjál, mert lesz még egy Ludas Matyi is később. Ja, igen, igen, akkor erről beszélünk, ugye lezárás. Először is én, most nyilván én vagyok itt, tehát képviselem a színházat is, én szeretnék köszönetet mondani a Reményik Evangélikus Iskola vezetésének, hogy január hónapra részben a Móricz produkciónak is, mert ott kezdtek próbálni, részint egy Ludas Matyi produkció előkészítésének az egyik épületében egy elég szép nagy helyiséget tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy ingyen és bérmentve rendelkezésünkre bocsátottak. Ez azt hiszem, hogy példátlan gesztus. Nyilván az energia rezsit meg egyebeket ki kell fizetnünk, de egyébként nem kértek ezért bérleti díjat. Ez a Ludas Matyi, ez egy nagyon érdekes történet. Biztos egyszer be lesz mutatva, de még decemberben kapott a színház egy levelet, államtitkári aláírással, hogy ugye az úgynevezett Lázár Ervin program, ami kisiskolások színház ellátásáról szól, amit állami finanszírozással minden diáknéző után, azt hiszem 3 vagy 4 000 forint fejkvótát kap minden színház, aki ebbe a programba részt vesz.
megpályáztuk, és sikeresen nyert a színház, ez a Ludas Matyi produkcióval, és akkor ez majd májustól, május-június, és mondjuk a következő tanév első hónapjaiban akkor a szombathelyi iskolásoknak ezt fogjuk játszani. Majd most jön a hír, hogy zárolnak egy csomó pénzt, nem tudom, több 10 milliárd forintot a kultúrára és a szánt támogatásokból, úgyhogy elképzelhető, vagy most nagyon úgy néz ki, hogy ez a Lázár Ervin program le lett fújva. Na mi januárban tulajdonképpen ezért csináltuk meg a Ludas Matyit az előbb említett Reményi Kiskolában. De most azt mondja a színházunk gazdasági igazgatója, hogyha már dolgoztunk rajta, hát ha nem is ebben az évadban, de jövő évadban, tehát valamikor mindenképpen fogjuk játszani, csak akkor nem Lázár Ervin program, meg akkor nem az államtól fogunk fejkvótát kapni a nézőkért, hanem nekünk kell. Pedig hát ez abszolút aktuális, mert ha jól emlékszem, akkor Ispánt játszol benne? Én vagyok az Ispán. Hát, figyelj, ennél aktuálisabb szerep, mint ma egy Ispánt játszani. Szerintem ez... igen, hát elég jól is játszunk benne. De, várj, az de a... még nem fő ispán, de... Még lehet, még a következő darabban. Igen. Most elkezdtétek a próbákat ezen, próbáit ennek tulajdonképpen a darabban. Tulajdonképpen a keresztmetszetét, majdnem azt mondom, hogy a 60-70%-os állapotig eljutottunk. Nyilván ott nem voltak díszletek, meg ott egy szobába, tehát egy hatalmas szobában, de mint amit a színészi munkát elvégeztük, tulajdonképpen a díszletekbe, a forgószínpadra, vagy a leendő jelmezekbe, tehát össze kell ezt rakni, egy másfél-két hét alatt ezt már össze lehet rakni. De hogyha ilyen hosszú ide eltelik, hogy a következő szezonban, akkor ezt fel is kell újítani. Hát az azt jelenti, hogy mondjuk akkor plusz egy hét. Igen, tehát igen? Hogy persze. Ez igen, így működ. Igen. Meg föl lett véve videóra, tehát ez megkönnyíti, tehát a felújító próbákat, hogyha mindenki, azért eloszlatom azt a félreértést, hogy a színház, vagy a színész akkor dolgozik abba a két órába, vagy 10 percre, amíg bent van a színpadon, tehát hogy nyilván... Igen, ez a tanárokkal, meg a színészekkel kapcsolatban szórakoznak, meg learatják a sikert, aztán a tökükedve akarják, ugye? Tehát ez nem így van. Ezt én is látlak állandóan, csak sétálgatsz. Szóval. Persze, csak sétálgatok. Na, szóval az otthoni munkát, a felújításra való felkészítést, ez a felvétel, amit ott elkészítettünk, mert csináltunk belőle egy főpróbát, úgymond január végén. Tehát bízunk benne, ha lesz Lázár Ervin program, ha nem, azért ezt meg fogjuk, be fogjuk mutatni ezt a darabot. Na, és még hogyha, jó, tegye fel egyéb kérdések, mert mindenre fogok tudni válaszolni. Most a színházzal kapcsolatban nagyon fel vagyok készülni. Most én általánosabb kérdéssel készültem én, mert hogy itt mondod, hogyha pénzt vonnak el, akkor azt a kultúrából vonják el, és akkor azonnal a színházra gondolsz, hogy onnan veszik el a kultúrán belül. Nem csak a színház, hát ez nem a színház, egy szegmens a kultúrának, tehát ugye nem akarok ennyire... önző szakbarbár lenni, hogy... Elgondolkodtál azon, hogy az utóbbi években, és most nem is elsősorban itt a pandémiás, meg az energiaválságos időkre gondolok, hanem úgy általában, ahogyan így fejlő, vagy változik itt a kulturális élet mindenhol, de a színházaknak a szerepe mennyibe változik ezen belül? Hogy látod itt? Hát azt tudom, hogy Szombathelyen azért eléggé látogatottak a darabok. Hát bízunk benne, azért esett vissza, tehát legyünk őszinték, jócskán visszaesett a pandémiás helyzet. Hát most gondoljatok bele, hogy többször előfordult, hogy mondjuk egy bérletes megvette a bérletét, és a különböző hirtelen jött, minek mondták ezeket, amikor hirtelen lezárták? Korlátozások vagy? Korlátozások, de amikor karantén, meg nem tudom, ja, jöttek igen, a mitén betegség miatti karantén, akkor hirtelen gondolt egyet a kormány vagy a tisztifőorvos, és akkor még hirtelen egy hónap leállás. Tehát volt olyan néző konkrétan, aki háromszor vagy négyszer kapott módosított időpontot. Hát egyrészt ez ugye mondjuk úgy a tervezhetőség szempontjából nem túl praktikus, most nézői oldalról. Arról nem beszélve, hogy eléggé ugye megváltoztak azért az embereknek az életmódja, tehát hasítanak ezek a high-tech dolgok, a streaming szolgáltatók és az egyéb dolgok. De én ennek ellenére én azt gondolom, hogy az élő kapcsolódásra mindig lesz igény. Most te szerintem alapvetően most ilyen finanszírozási dolgokba akartál volna belekérni. Nem. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban mi a jövő?
Igen, igazából engem is az érdekelne, hogy hallgattam egy beszélgetést, igen? A Partizánnak volt egy beszélgetése, igen? Három Katona József színház, igen? A színésszel, és hát kérdezte a műsorvezető, hogy hát milyen ma színésznek lenni, tehát hogy ismertség szempontjából, és ott bevallották, hogy hát van ez a 40 ezres réteg, aki jár színházba. Hát nekik jó, hogy van annyi. És azokat, ott, és hát ők ismerik, de hogy a színház annyira megváltozott az utóbbi évtizedekben, hogy ugye előtte volt egy felhajtó erő, ugye a tévéjátékok, tévésorozatok, tévésszereplések, tehát az állami televízióra gondolunk, ugye nem a filmekre, és gyakorlatilag ők azt mondják, hogy aki nincs, ugye a televízió ezt abba hagyta, tehát tévéjátékok gyakorlatilag. Mi viszont vannak ezek nincsenek. A franchise sorozatok hihetetlen tehát akkor, mennyiségben. Akkor mondhatjuk azt, török, hogy... Török, izraeli, belga, meg nem tudom, egyéb franchise-okat, és gyártják ezeket a, elnézést kérek, de ezeket a... Hát számomra nézhetetlen vicceskedő, vagy vicceskés sorozatokat a különböző kereskedelmi adókon. Tehát aki ott él, nyilván tehát meg különböző ügynökségekben és Budapest agglomeráció vagy ott lakik, ott azért tud munkához és pénzhez is jutni ezekbe. De hát elnézést, ez egy teljesen más helyzet, egy katonás színész. Egyrészt a katonának van egy szilárd bázisa. Most félre, ezzel semmi nem akarok, de mondjuk az a, hogy mondjam, a liberális, kulturális közegnek az ászlós hajója, tehát most egy ilyen baromságot mondhassak, de tényleg így van. Tehát ott mindig meg lesz az a fix közönség, ők nekik nincs probléma, ott az a bázis szilárd, ez meg lett teremtve a 80-as évek elejétől kezdve, stabilan tartják ezt a frontot. Tehát ott nekik ezzel kapcsolatban sincs probléma. Ők még el tudnak menni, forgatni, tehát Szombathelyről beszélünk, 200 valány kilométerről, vagyunk 20-valahányan, itt azért minden ember bent van egy évben 3-4 produkcióban. Nem. Tehát akkor nem. A szokásos történet hát van. Hát fel kellene ugye... menni, casting, hogy lehetne castingokra járni, mikor nekem ma van két próbám, egy podcastem, és most tehát, hogy... Tehát igazából ők is panaszkodtak, hogy hát a helyzet sokkal rosszabb, mint hát pár évtizeddel ezelőtt a színészóriásoknak a vidéken, ez hatványozottan rosszabb. Egerszegen Békés Csaba vagy egy szombathelyi színész, akkor mit mondjon? Tehát, hogy amúgy meg azon kívül hozzáteszem, hiába vannak ezek a sorozatok. Hiába van meg a bázis, mondjuk a Katonának, van a Vígnek is ott a belvárosi az a fajta közeg. Aztán nyilván van egy bázis az Őrkény Színháznak, a liberális kultúra. De mondom, ez most vagy egy olyan értelmiségi körnek a másik zászlós hajója. Ezeknek megvan. És nyilván átfedések vannak ezek a sorozatok, de az már nincsen az egy olyan megbecsültség, egy Súlyok Mária, egy Dajka Margit. Hát annak idején végment a Körúton, vagy a Mensáros László, és majdnem elájultak a... Tehát, hogy... De sorolhatnék kiváló színészeket a Katonából vagyok. Hát kit érdekel ez ma már? Tehát, hogy eleve tehát az a fajta... elismertsége eleve nincsen. Ez számunkra hivatás, de alapvetően egy ugyanolyan az embereknek a szemébe. Jó, még mindig megvan bizonyos körben, mondjuk 10-15 ember biztos fel tudnának sorolni, akit azért jó intenzíven látnak, meg idióta vetélkedőkbe is még megmutatja magát adott esetben, meg végjárja az összes televíziós csatornának az összes magánéletről szóló fecsegő hülyeségeit. Még van egy ilyen misztikus valami, hú, azért alapvetően kit érdekel ez paraszt, tehát, hogy semmi. Bocs, nekem az jutott eszembe még ifjú koromban, nem sokkal érettségi után, én Székesfehérváron laktam 2 évig, és akkor volt az, hogy... Szerintem Józsi színészkedtél. Én irodalmi színpados voltam egyébként valóban, tehát ilyen diák színpadban voltam, de hát az nem érdekes most, hanem amikor Fehérváron laktam, akkor forgattam, tehát azon gondolkodtam, hogy teszem be annak a filmnek a neve, forgattak ott is egy történelmi filmet, aminek az egyik főszereplője Besenyei Ferenc volt. És volt egy olyan jelenete, én abba futottam bele, amikor ott a régi, az óváros részen, ott a sétáló utca indul, Fehérvárra, nem tudom, ismétek-e, ott van a városháza van, ha jól emlékszem, ott vagy a megyeháza, és ott egy mellék utcában ilyen macskaköves a rész, és onnan ő kihajtott,
ilyen diszmagyarba, és ilyen feldíszített lovakkal, meg ezért, és csak így mentek így egy fél kört ott az egészbe, és ott leszállt, és ilyen nagy, nagyon mérgesen bevonult oda abba az épületbe. Igen, ahogyan besenyei szakott. Én ezt a jelentet felvételt láttam, de ha ott nem volt 5000 ember a kordonokon kívül, akik tátott szájjal így néztek, hogy ezért, és nem kellett nekik azt mondani, hogy maradjanak csöndbe, mert ugye azok a mikrofonokat azért lehetett látni, tehát a nagy mikrofon, akkor még ezekkel a nagy mikrofonpuskákkal, vagy mikkel dolgoztak. Egy lehetett hallani, ahogy a kerék gurul, és ott áll 5000 ember, a Becsenyei, így. Nem, hát hatalmas nimbuszuk volt annak idején ezeknek az embereknek. És mondjuk akkor azért, hogy mondjam, a karakterszínészeknek is, tehát, hogy ma emlékszünk, nem egy Szendrő, Gyenge Árpád, Linka Sándor, meg ilyen neveket én magam fel tudnék sorolni, mert hogy nem csak az volt, hogy nem csak a Besenyei, hanem a kiváló karakterszínészeknek is, vidékről is, a filmrendezők, meg a televíziósok elmentek vidékre színházat nézni, kiválasztottak embereket, nem casting cégek csináltak, hogy Rózsika a titkárnő a casting cégnek. Ez Zolikám akkor van a, és hogyha én mondjuk édeskedem 10-12 éven keresztül különböző titkárnőknek, és különböző casting cégeknek, akik elképesztő milliárdokat raknak el, csak azért, hogy egy válogatást levezényeljenek, és nem akarok, mert fölkapom a vizet, komolyan mondom. Ez olyan, mint a focistáknál a játékos ügynökök, vagy? Én nem tudom elképzelni, hogy bizonyos országokban mondjuk a casting az úgy működik, mint itt, de maradjunk ennyiben. Csak egy címmondatban, Zoli. Igen, egyébként mondjuk képzeljük úgy, oké. Csak egy-két címmondatban, hogy a külföldi produkciókat hogy látod, mert nem az izraeli tévésorozatokat, hanem a komolyabb produkciókat, hogy ebből kevesebb van így évről évre. Bocsánat, én az előbb azokat a magyar sorozatokról beszéltem, amit franchise-ba, tehát igen. Nem most kifejezetten a filmekre gondolok, tehát a nagyobb filmekre, hogy többet hoznak Magyarországra, vagy ez pár éve megszűnt, vagy hogy látod? Hát én nem vagyok benne ebbe a világba, Ákos, hát fogalmam nincsen. Szerintem egyébként igen. Én azt gondolom, hogy igen, mert hát nyilván van a szakmában sok embert ismerek, aki szépen tud gyűjtögetni ebből mellékesen, tehát hogy és mindig látom XY-t a Facebookon, meg nem tudom, hogy most egy amerikai, most egy angol, most egy holland, most egy nem tudom milyen produkcióba ott állok hátul, vagy átmegyek, vagy elmondok négy mondatot, vagy... Tehát elég, én úgy látom, hogy elég sok. Az, hogy korábban mennyi volt, tehát nyilván ne beszéljünk 92 előttről. Persze, az akkor koprodukciós világ volt, tehát akkor meg az volt a divat. A koprodukció általában a magyar, azért volt azért álltak össze nyugatiak magyarok produkcióban, mert rohadt olcsó volt itt, ide telepítették a komplett stábot, meg ráadásul nagyon jó magyar szakemberek voltak, a legendással jó magyar szakemberek, hangmérnökök, operatőrök, fővilágosítók. Néhány operatőről tudunk. Tehát, hogy jó szakembert kaptak, nagyon-nagyon olcsón, és szinte ingyenes az ő léptékükben szinte ingyenes forgatási helyszíneket. Nyilván most már egy ilyen ipari struktúra, ezt az Andy Vajda nyilván be volt kötve államilag, de ez most tök mindegy, azért a szakmájához szerintem értett. Tehát, hogy ezt az iparágat úgy látom, hogy elég ügyesen nem is igazán kritizálják. Nem is, elég ügyesen beindított ezt, mit ez a Korda stúdió, meg a... Én nem tudom, nem vagyok benne ebben a világban. Én itt vagyok, de ismerősök által meg én úgy látom, hogy ez pörög. Ha már ezt mondtad, te nem voltál soha Pesten, tehát nem voltál színész. Nem. Pesten. Vidéki színházakban voltál pályát kezdete óta. És maradok is. És maradsz is. Nem vágytál soha Pestre? Nem. Azt mondom, hogy amint... Ők se vágytak rám, de... Tehát, hogy ez a kölcsönös vágytalanság állapota. Viszont ez elképesztő szabadságot ad mindkét félnek. Tehát, annyira nem kellünk egymásnak, hogy ez már szinte szerelem. Tehát így most már nem... Tehát, erre mondják, elnézést, de így a szex is könnyebb, nem? Abszolút. Semmi érdekeltség, tudod. Nincs elvárás.
De soha nem fordult meg a fejedbe, hogy hát... Jó lenne, nem? Egyébként nem. De ezt tudom, hogy abban a pillanatban, nem, ahogy, ahogy Szombathelyen megalakult a de színház, tudod, abban a pillanatban jöttél ide. De hogy 20 évesen. Ja, 20 évesen. De akkor még mit, lehet, hogy nem is csináltam színházat, vagy akkor, hogy de akkor gondolkodtam, hogy tök jó lenne, és hogy hú, baromi... Laktam is ott egy évig egyébként, meg ilyen színi suliba is megfordultam, meg akkor... Nyilván az ember egy ilyen jellegű éjszakai élettel, meg egy ilyen jellegű intenz, nem csak éjszakai élet egyébként, egy ilyen nagy hatású, intenzív élettel találkozott, akkor az a fiatalokat nyilván nagyon izgatja. De aztán, amikor én 93-ban annyira jó volt az a vidéki zárványközeg ott Zalaegerszegen, meg annyira olyan mélyen éltem meg a dolgokat, hogy onnantól kezdve azt mondtam, hogy nem, ez szerintem még lehet, hogy jobb is, mint az a... És most nem azért, tehát nem, mint hogyha pótolna valamit, és hogy nem, baromi jól éreztem magam. Meg most... Vannak olyan színészek, akik inkább a vidéki színházakat járják így körbe? Persze. Több olyan van. És akkor egyszer itt találkoztok vele igen, akkor utána igen, egyszer igen. ott. Igen, ilyen is van. Van. És most is vannak ilyenek Szombathelyen, akik más csak vidékiekről jöttek. Aha. Bár most eléggé szépen átalakult azért szépen a társulat, tehát még nem tudom, páran vagyunk, 7-8-an, nem tudom, a korábbiakból. Most rengeteg ifjú van, 20-30-es évek elején tartó pályakezdő tehetséges fiatal. Tehát ők mondjuk, ők meg itt kezdik, tehát hogy náluk nem lehet tudni nyilván, hogy mi a végállomás. Úgyhogy, van még, vagyunk itt a színházban a páron, aki kifejezetten tényleg ez a vidéki... Hogy látod, mit tesz jobbat egy társulatnak most ez ilyen nagy szóval, hogyha egy összeszokott csapat játszik sok mindent, vagy sok fiatal van, vagy cserélődnek egy bizonyos százaléka a társulatnak, tehát hol jobb játszani? Nagyon nehéz vidéki színházak. Nagyon, tehát, nagyon nehéz megválaszolni, mert például az összeszokott társaság az akkor jó, hogyha a vegyértékeit, illetve az aktuális állapotát mindig jól szondázva és feltérképezve, szakmailag és emberi módon is megfelelően vannak használva az emberek, és maga a társaságnak a vegyértékei. Hogyha az rosszul van használva, és kialakul egy fiókos, egy ilyen dobozvilág, hogy tudjuk, hogy mi várható el tőled, rohadtul unom, de az a biztos, Ákos is tudom, hogy mi várható el tőled, üzembiztosan hozott, jó, leszarom, stb., akkor egészségtelen ez a fajta, akkor azt tudja érdekes módon felfrissíteni ezt, hogyha új hatások érnek, új emberek, új megközelítések által. De ez nem feltétlen, azért mondom, hogy mindig attól függ. Meg van olyan is, hogy van fokozatos vérfrissítés, vagy fokozatos beépítés, ami meg az attól függ, hogy ugye, vagy amilyen az agyisten, olyan a fogadjisten, vagy milyen a fogadjisten, mert érted, mit mondok? Tehát ott meg azon múlik, hogy a már ott lévők, tehát a befogadó közeg az mennyire befogadó, illetve a befogadottak azok nem saját sejtszerűen akarnak, tehát nem klikkesednek, és a másik se klikkesedik, hanem elkezd érdeklődni a másik iránt, hogy te ki vagy, te mire vagy képes, te miért vagy itt, és te miért vagy itt. Ez abszolút nincs erre arany, hogy mondjam, alapigazság erre nincsen. Ez attól függ, hogy és nagyon sok múlik egy vezetőn. Iszonyatosan sok múlik egy vezetőn, illetve az őt körülvevő embereken, hogy mennyire tud odafigyelni arra, hogy vannak egymással az emberek. Mert ebbe bizony nagyon-nagyon finom kis technikákkal, nem erőszakosan bele lehet nyúlni. És rá lehet vezetni arra, hogy ezek a dolgok harmonikusan működnek. Ha egyáltalán a mai világban van erre idő, és van erre lehetőség. A régi színházi időkben volt, mert volt pénz, paripa, fegyver. Nem kellett egy vezetőnek
ugye azzal foglalkozni, hogy mit én lobbizgasson önkormányzatnál, államtitkároknál, államtitkár helyetteseknél, meg nem tudom kiknél, hanem volt, viszonylag nagy büdzsé volt, ugye hát az acélról mindent el lehetett mondani, nyilván volt a tűrtiltott, meg az elfogadott, támogatott, igen, de egyet nem lehetett mondani, hogy ne nyomasson be elég nagy mennyiségű pénzt a kulturális területbe. Ez tény. És a színház igazgatóknak bizony, meg lassabb is volt az élet. Biztos, hogy hallottak sokan, mit tenni, esetleg a hallgatók közül is, voltak legendás igazgatók, akik lehet, hogy rendezők voltak valamikor, meg nem tudom, adott esetben színész, de mint igazgatók lettek legendásak, mert az egy művészet, én ebben biztos vagyok, hogy tökéletesen tudja, hogy Ákos miért kell nekem, mire tudom használni, hogyan tágítsam az ő, éppen most nincs olyan fázisba, most neki pihenni kell egy kicsit túl gondolta magát, most egy kicsit csillanjon más, mert egy kicsit elszáll, stb. Vesénbe látsz. És voltak, akik művészi szinten csinálták, és kezelték, és emelték fel, vagy pihentették az embereket. Radó Vilmos például, ez egy legendás igazgató, vagy Szendrő József, tehát most vannak még szerintem az idős hallgatók közül, vagy nézők közül, akiknek mondanak valamit ezek, akik mint igazgatók voltak. Nem. Amikor elkezdtük ezt a témát, nekem az jutott eszembe, hogy az lehet a válasz arra, hogy jó-e a vérfrissítés, vagy jobb-e az adott helyzet dönti el. Az adott helyzet dönti el. És gyakorlatilag itt most a végén ezt meg is válaszoltad így. Hát igen. Meg mondjuk adott esetben azon is múlik, hogy mennyire nyitott az, aki érkezik, mennyire nyitott az, aki van, aki eleve itt volt, nem-e csupa zsenitudattal és nagy mellénnyel érkező minisztárok, akik szólózni akarnak, vagy akik itt vannak, azok nem azt mondják, én már letettem az asztalra valamit, valamit mutassál nekem, irítsál be ezek, érted? Tehát, hogy viszont ez, hogyha vannak ilyen vadhajtások adott esetben, ezt vagy a közösségnek saját magának, vagy ha a közösség saját maga nem tudja kezelni, akkor ehhez segítség kell. Ki tud segíteni adott esetben? Hát nyilván nem egy pszichológus, hanem egy vezető, aki pszichológus, aki művész, aki egy despota adott esetben, tehát ezt mind egyszerre kell lenni ennek a... Tehát azért mondom, ez egy nagyon bonyolult... Én beszélek színházigazgatásról, beszélek. Hát mindjárt kiröhögöm magam, komolyan mondom. Nem, egyszerűen külsősként elfelejtjük azt, hogy a színész is ember, tudod, tehát, hogy vannak súrlódások, hát, vannak érzelmek. Sőt, valószínű, hogy még nagyobbak vannak, ugye hát a ripacsok azok szélesebben tudják élni az életüket ebből a szempontból, tehát igen. Jó, ha nem haragszol meg, Zoli, most egy picit félretesszük akkor a színház, színház témáját, és mert mielőtt elkezdtük a podcastet, mert két mondatot beszélgettünk róla, hogy az elmúlt, mégiscsak egy hírmagyarázó műsor ez itt, hírelemző, már előtte szóba került ezek az akkumulátorgyárak, hát hiszen ez a közelmúltnak a legnagyobb hírei, vagy hogy mondjam, ugye Szombathelyen közgyűlési határozat van arról, hogy ide nem hozhatnak akkumulátorgyárat, máshol viszont óriási nagy tiltakozások vannak, amit aztán végül is, ha minden igaz, akkor ilyen roppant egyszerű jogszabálymódosításokkal simán lesöpörnek az asztalra. Hogy látjátok ezeket az akkumulátorgyárak dolgai, történései? Áki érdekes okfejtésbe kezdettként, úgyhogy szerintem most kezdje ő. Nem, kezdte Zoli. Te vagy az egyenlő partner, nem, vagy vendég. Én máshogy akarok majd közelíteni. Arról beszélgettünk kint, hogy ugye kétféleképpen, vagy sokféleképpen lehet ezt nézni, hogy jó-e a tiltakozás, nem jó. Én azt gondolom, hogy a környezetvédelem felől kell megfogni a dolgot, tehát hogy az Európai Unión belül a környezetvédelmi szabályok milyen erősek mondjuk Magyarországon, Németországban, Ausztriában, és vajon ezt a telepítő cégek, tehát a létrehozó cégek figyelembe veszik-e akkor, amikor azt mondják, hogy igen, akkor ebbe az országba egy ilyen méretű, ilyen kapacitású gyárat telepítek, és azt mondják, hogy oké, ebbe az országban meg egy jóval nagyobbat, itt lazábbak a szabályok, az csak bónusz, hogy az iparűzési adó egyéb dolgok ugye nagy részét visszakapom, be sem fizetem. Tehát
A kérdés az az, hogy vajon mennyire van ez figyelembe véve a magyar környezetvédelemnek a lazasága, és hogy az üzleti tervbe ezt mennyire illesztik és, be. Bocsánat, tényleg nem tudom, vannak adekvát információink azzal kapcsolatban, hogy itt azért települ be mondjuk adott esetben, nem mondom a nevét, de ez a kínai cég, uh-huh. mert itt lazábbak. De ezt mondhatjuk, hát ez a CATL, persze. Hogy itt lazábbak a környezetvédelmi előírások, mint az Európa Unióban. Csak még... ez egy felvetése részedről, vagy ezt tudjuk-e? Tudni nem tudjuk, és az a probléma, hogy ha még tudnánk, akkor sem az a kérdés igazán, hogy maguk, ez egyik kérdés, hogy a szabályok, hanem hogy ezeket a szabályokat hogyan tartjuk be. Tehát, hogyha mondjuk van egy szabálytalanság, és egy gigacéget megbüntetnek 3-5 millió forinttel, amit ugye mondjuk... Igen. fél perc alatt megtermel a cég, akkor igen. ezt már előre belekalkulálják, mint ahogy egy multi cég, mondjuk egy élelmiszerhálózat bizonyos számú veszteséget ugye belekalkulál abba, hogy lopás történik, igen? leég igen, a laktár, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a mértéke számít, de ez inkább kérdés, hogy te ezt mondjuk hogy gondolod, hogy ezek számítanak-e, vagy nem. De hát én most egyenrangú partner vagyok, nem riportalany, akit kérlek szépen, szóljatok hozzá. Hát nem nagyon mélyedtem bele, én nem értek ehhez annyira. Annyi, hogy most volt egy ilyen parlamenti bizottsági ülés, ahol azt hiszem, hogy a kormánypárti képviselők el sem mentek, aminek az elnöke ez a környezetvédelmi parlamenti bizottság, azt hiszem Keresztes... Lóránt? Keresztes Tamás, talán nem, nem tudom, egy LMP-s képviselő úr az elnöke. Kormánypárt nem ment el, ahol megjelent a Greenpeace-nek és a azt hiszem, hogy WWF, hát ez a legnagyobb ilyen civil egyesület, az ilyen környezetvédelmi, akik egyébként üdvözlik, tehát mindkét környezetvédelmi szervezet az akkumulátorgyáraknak a telepítését, mert mint mondják, ők konzekvensen kell legyenek abban, hogy ne a fosszilis energiát támogassák, és ez mondjuk az akkumulátorok a másfajta energia, tehát ez egy zászlós hajói az akkumulátorgyárak tulajdonképpen. Itt mind a két fél kifejtette a problémáját, vagy az aggályait. De mondom, én nem nagyon értek hozzá, a fő aggályok az a vízfelhasználásnak a mennyiség, illetve ezt követően annak a környezetkárosítás. A környezetkárosítás, illetve az, hogy itt megy, hogy a zöldmezős beruházás akkor az ugyanúgy fog kinézni 40 év múlva, mint én almás fűzítő, vagy nem tudom, tehát, hogy abból adott esetben nem lehet tudni, hogy évtizedek múlva hihetetlen nagy barna rozsdafoltok, illetve az, hogy mérhetetlen nagy mennyiség ugye az energiafelhasználása ezeknek az üzemeknek, és hogy ugye van egy ilyen elfogyha azt a mennyiségű akkumulátor gyártó kapacitás települ az országba, akkor miért egy paksi atomerőmű is szinte kevés lenne az ellátására. De alapvetően, illetve pontosabban a másik pedig az, hogy érdemes-e ilyen hatalmas mennyiségű akkumulátorgyártót, tehát hogy ilyen kapacitás kell-e egyáltalán. Ebbe is van vita egyébként a felek között, hogy azt mondják, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, akkor hogy hova telepítsék, akkor nem mindegy, hogy a termőföldek szempontjából. De mondom, én nem értek hozzá. Itt igazán megy a dispó. Én azt látom, hogy ez nem egy kialakult. Ami egyébként számomra érdekes most ebből, én mindig ilyen alternatív dolgok érdekesek minden konkrét témában, és sajnos van egy ilyen, hogy mennyire ez is az egyre jobban kétpólusúvá váló politika világszinten tematizálásának a témája, ugye a környezetvédelem is vagy a... Tehát itt is azért abszolút már látszik, hogy felállnak az erőviszonyok, hogyha támogatod, akkor te vagy a... Mit tudom én, ha nem támogatod, akkor te vagy az ellenzéki, és tulajdonképpen most eszembe jutnak egy ilyen...
És ez is csak egy kérdés, mert nem értek hozzá, ez a bős nagymarosi kérdés, hogy az is, ugye, az tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy egy rendszerváltásnak volt annak idején ez a fajta, hogy most ez környezetkárosító, szétcseszik a Dunakanyart, hogy nagyobb be a kár, mint a és hogy tulajdonképpen az egy évekig húzódó, majdnem azt mondom, hogy a rendszerváltás szimbólumává vált valaminek a megakadályozása, és ugye mondjuk hogy Szlovákiában azért kiválóan működik a szlovák oldalon ez a dolog. Én nem tudom, hogyha most a felek újra elkezdenének beszélgetni, vagy most erről újra vita nyílna, akkor már nem biztos, hogy a leányzó fekvése ugyanolyan egyértelművé. És itt is az akkumulátorgyártás felül is ezt látom, hogy nem olyan egyértelmű, én meg vagyok róla győződve, hogy Ákos nagyon jól mondott, ha azokat a, de igazi kemény Európa Unió standardek, és nem 3-5 milliós büntetésekről beszéljünk, de akkor tényleg vegyük komolyan magunkat, vagy vegyük komolyan ezeket a dolgokat, hogyha ezeknek a szabályoknak a mentén telepítenek gyárakat, és hagyjuk ezeket az iparűzési adókedvezménynek. Tehát, hogy mindenki leadózik, nem offshorozza ki a pénzt, stb. Tényleg az ott dolgozó embereket megfizetik rendesen, és valóban ez még pluszban mondjuk egy szellemi, mert ugye itt indokolják azt, hogy itt ezzel azért más humán erőforrásoknak a fejlesztése is elkezdődik, és adott esetben a magyar kutatás, meg a nem tudom, Ha ez így történne, és tényleg ez mind megvalósulna, és ezt leellenőriznék, én azt mondom, hogy nem ördögtől. Ugyanúgy, ahogy az atomerőművek sem természetesen. Most derül ki igazán, hogy hoppá, mennyire ki van téve a világ, ugye. Mert az igények azok csak nőnek, az nem fog csökkenni. Hiába vannak háborúk, a föld lakossága is növekedni fog, és minden. Hát mi minden ezt a kis gömböcöt már nem lehet megállítani, ami a világ. Tehát, ne politizáljunk, Zoli. Mondom, ami a világ. Mondom, ami a világ. Épp, hogy nem. Épp, hogy nem politizálom. Úgyhogy tök jó lenne, hogyha leszakadnának erről ezek a polarizálódott, tematizáló, aktuálpolitikai hangok, hanem legyünk már normálisak. Legyünk már tényleg, hogy mondjam, szakemberek, akik szakemberek. És mindenki, aki a témába hozzá tudja tenni a magáit, a maga érveit, ezeket az egész izéket elfelejtve, hogy most baloldali vagyok, akkor nekem környezetvédő, és akkor minden akkumulátorgyár menjen az anyjába. Ha én izé vagyok kormánypárti, akkor meg minden izé zöld menjen a zöld izébe. Tehát, hogy ez most tök jó lenne, ha... Valószínűleg ott kezdődött ez az egész, amikor Orbán Viktor kijelentette, hogy akkumulátor nagyhatalom lesz Magyarország. Ja, ezek jó hangzanak, igen. Ezek most az izé Lázár, meg azt, hogy izé vadászgépgyártás. Tehát, igen, ezek jó hangzanak. Tényleg mondtam. Orbán azt is kijelentett, hogy turisztikai nagyhatalom leszünk, ez ugye most szünetel egy picit. Bocsánat, félig igaza van ebben, mert Budapest, tehát mint főváros, azt hiszem, hogy most szerintem a világ első 10-ben van nagyjából a... Veszprém meg most lett Európa egyik legjobb. Budapest nagyon brutális. Egyik legvonzóbb úti célja, desztinációja, Veszprém, ugye itt az Európa Kultúrás Főváros projekte. Azért a vadászgép az meredekebb, nem? Tehát kicsit delegább lesz, igen. Igen, Lázár kijelentette akkor is, vagy nem is tudom, Lázár volt valószínűleg, pedig beszéljünk világosan, mi fegyvereket fogunk gyártani, Lázár, mondta. Lázár, igen. Most tegnap egy baloldali szakember elemző, nem, direkt, tehát baloldali mondta, ez se ördögtől elrugaszkodott egyébként. Hát sok pénz van a fegyverbe. De mondom, a vadászgép az egy kicsit, az nincs meg a... Uh-huh. Egyébként visszatérve az akkumulátor gyárakra, nekünk van egy cikkünk, ami nem régen jelent meg, és a meglévő és tervezett, a már bejelentett tervezett akkumulátor gyárakról szól, és gyakorlatilag egy ilyen, van benne egy térkép, és egy ilyen kis körív mentén helyezkednek el ezek a gyárak, gyakorlatilag Győrtől az ország északi határán keresztül,
Tehát egészen, ez egy láncolat? Igen, igen, gyakorlatilag ilyen. Az tehát a déli ország részben például nincsen. Hát a logisztika miatt gondolom, ugye, hogy hova szállítják. Szlovákia, Csehország, Németország, ugye nyilván de, meg, de nálunk értem. Például az, volt erről szó, és azt mondták, hogy Szombathelynek például nincs annyi vize, és most egyelőre esélye sincs, hogy annyi villamos energiát ide hozzon a városba, amennyi egy ilyen gyárhoz kellene. Hát akkor nem, akkor itt nem lehet. Hát ezért most valószínűleg de nem, ez teljesen rendben valószínűleg van, ezért hozta meg olyan könnyen a közülés a döntés, hogy itt például akkumulátor gyár lesz, mert amit nem lehet, azt a legkönnyebb megtiltani. De figyelj, hogyha ez szakmailag van egy ilyen leírás, én azt elhiszem, aki ehhez ért, elolvasom, akkor ez alkalmatlan itt ez a hely. És talán abból a szempontból is szerencsés ez, hogy akkor most előjönnek azok a problémák, hogy a már meglévő üzemek, nem csak Szombathelyen, hanem országra gondolok, hogy ezeknek is a környezeti hatásai után egy kicsit utána nézni, és hogy ez hogy működik. Szerintem ez nagyon jó dolog lenne. De tényleg. Tehát, hogy az emberek egyáltalán foglalkoznak ezzel, tudod, hogy mik azok, hogy környezeti hatás, az, hogy társadalmi egyeztetés, tehát eddig ez ilyen hosszú papírok, meg ez nem érdekel senkit. De ez jó. Most talán egy picit ez megváltozik. Ez megváltozhat. Jó. Megváltozhat, igen. Igen, és könnyen lehet, hogy ez egy kicsit... Az jutott eszembe, hogy egyszer tavaly valamikor volt egy podcastünk itt, ugyanígy ültünk Zoli, és akkor arról volt szó, hogy mennyire vagyunk pesszimisták vagy optimisták így a jövővel tekintve. Mind a ketten eléggé optimisták voltunk. Akkor azok voltunk, igen. De hát gyakorlatilag ez az egész történet is azt mutathatja, hogy éppen beszélgettünk a szerkesztőségben ma délelőtt, és itt szóba esettek, szó volt a balesetekről, meg a bűncselekményekről, és utána néztünk csak ugye a statisztikáknak, és jól emlékeztünk mindannyian, mert nagyon csökken a bűnesetek és a balesetek, a halálos balesetek száma is. Tehát amellett, hogy tele van a hír minden ilyen. Hát jó, persze. Vagy ilyen, ugyanígy könnyen lehet, hogy miközben itt a felszínen ekkora nagy óriási viták vannak, meg ahol lehet még anyáznak is egyet-egyet ide, de közben alatta a háttérben lehetséges, hogy azért ez az egész mégiscsak egy pozitív irányba mozdul el. Tehát amire céloztál itt Zoli, meg te is, hogy az emberek egyre tudatosabbak lesznek ezekben az ügyekben, és egyre jobban odafigyelnek mindenre. Minden ilyesmire is, mondjuk az, hogy zöld energia, akkor már nem biztos, hogy tudatlanul néznek, hogy ez mit jelent. De ha már itt tartunk, és közben eléggé elszaladt az időnk is, térjünk vissza a szombathelyi témára. Éppen mai jelent meg a cikkünk arról, hogy felmondott, hogy a szerződést bontott a Broadway kávézónak a bérlője. Ez a mozinak, ez ugye? A Szavária moziban lévő kávézó, amiről 2 évvel ezelőtt ilyen elég nagy balhék voltak ott, hogy a pályázat az volt. Az már volt 4 is talán. Ugye az a lényeg a történetek, hogy most is zárva kell lenni ennek a kávézónak az energiaválság miatt, és hogy egyszerűen nincs értelme így ezt az egészet csinálni. Viszont nem csak a mozikávézó zárt be, hanem elég sokat sok írtunk. Hely. Sok hely nem bezárt. Is, ne is soroljuk, mert sok. És most én sok. Nem is elsősorban a vendéglátótás, ezeknek a helyeknek a vendéglátás oldaláról beszélnék, hanem arról, hogy ezek a helyek azért egy jó részük ilyen helyi kulturális térként is működött. Voltak műsorok, programok, beszélgetések, koncertek időnként, tehát ez az elcsépelt kifejezés, de az alulról jövő kezdeményezés, akkor nem a nagy rendezvényekbe gondolkodunk, nem a nagy kulturális rendezvényekbe, hanem arról, ahol összejön 3 ember, vagy 30, és így saját magukat megszervezik, és akkor csinálnak ott ilyen mindenféle kulturális dolgokat. Ez viszont egyre inkább úgy látszik, hogy ezek a helyek kezdenek megszűnni, vagy átalakulnak, vagy és egyre jobban tűnnek el ezek a szinterek. Van rá esély szerintetek, hogy ez a folyamat megfordul, és visszatér egy ilyen kicsit ilyen bugyogás, tehát egy kis... Szerintem nagyon nehéz lesz, mert az előző témához még visszacsatolva, és ezt meg akartam kérdezni az Olit, hogy akkor most a színháznak mi állt ott többet, a streaming szolgáltatók vagy a pénzhiány? Tudom, hogy a kettőnek van 1%-os aránya, de ez kapcsolódik ehhez a dologhoz is, hogy akkor ezeknek a közösségi tereknek, amit még emlékszem, hogy a Jordán Tamás, ugye az előző színház igazgató, amikor idejött, nagyon szerette volna megvalósítani, hogy Szombathelyen közösségi terek legyenek, és egy ilyen közösségi színház legyen, de az Oli jóval többet tud, hogy akkor melyik
ártott többet. Hát a streaming azért kevésbé ártott. Streaming kevésbé. Pénzhiány, és még nagyon-nagyon fontos, ezt kiszokták hagyni, nekem ez a mániám, az emberek szemléletének és az életmódjának a változás. Ez a kettő, szerintem. Ez a mindent otthon? Mindent otthon, meg hogy nem annyira fontosak tehát túl sokat kell koncentrálni egy ilyen helyen, túl sokat kell egyszerre. Tehát én azt látom, hogy nyüzsgők ilyen izék lettek az emberek, ilyen ötperces. Uh-huh. Ötperces koncentráció, ötperces kommunikáció, ötperces szerelem, ötperces legenda, minden ötperces. Tehát idézőjelben mondom most ezeket természetesen. Végül tényleg a TikTok legyőz mindent akkor, szóval. Igen, persze. Le. Uh-huh. Majd. Uh-huh. Még nem. Egyébként nem, meg visszatérve a Józsi, hogy igen, meg fog változni, ez is lesz jobb. Ugye kérdezted, ez volt a kérdésed vége, mert ilyen az élet, hogy új, nagyon nagy köszönj, de tényleg ez a hullámzik egyszer fenn, egyszer len. De érdekes módon, mert szerintem mondtad, hogy nem vendéglátás oldaláról, szerintem ez bizony arról az oldalról is lehetne ezt az egészet elemezni. Persze. Illetve két, ugye nyilván ezeknek a helyeknek azt tud, aki egyáltalán egy kicsit van tehetsége, én meggyőződésem, és ezt hangsúlyozzuk, a vendéglátáshoz, illetve annak a folyamatos kitalálásához, hogy hogyan tovább, ahhoz tehetséggel. Ahhoz tehetséggel. Egy. Másrészt az tudja a tehetségét ebben általában a mai gazdasági helyzetről beszélek, kiteljesíteni, akinek van lehetősége saját tulajdona üzletet üzemeltetni. Meggyőződésem, hogy aki nem elég tőkerős, és ráadásul mondjuk a tehetsége, vagy a kitartása, vagy túl gyorsan akar, vagy valahogy máshogy gondolja a vendéglátást, nem egy jó értelembe vett alázatos szolgáltatásként, az bele fog veszni ebbe a dologba. Itt általában klasszikus, az meg lehet figyelni, hogy majdnem mindegyik üzlet, amiről beszélünk, az bérlemény volt. Azoknak egy nagyon nagy százaléka, nem akarok most mély elemzést csinálni, mert ez egy nagyon hosszú mély elemzést lehetne megcsinálni, azok mind belecsúsztak a vendéglátásba valahol, tehát mással foglalkoztak az üzleti élet, vagy a más területén. Mm-hmm. Ez egy... Hát szóval erről az oldalról is meg lehetne közelíteni ezt a témát. A közösségi terek eltűnése, én azt látom, hogy igen, van, amikor bizonyos időre eltűnnek ezek a dolgok, majd figyeljétek meg, máshol, más szintereken, máshol meg ismét bizonyos sejtszerűen felbukkannak ezek a dolgok, és ugye mindig az marad a felszínen, aki elég kitartó, aki a saját maga, nem csak a tőkét, hanem a saját maga kemény fizikai és szellemi munkáját is beleteszi, mert az nem úgy van, hogy nekem van pénzem ahhoz, hogy béreljek egy üzletet, hogy üzemeltessek, hogy utána fölveszek két alkalmazottat, aztán majd lenyomja nekem, én meg majd összekasszázok. Tehát ez az, aki így gondolja, az teljesen felejtse el. Az másrészt, meg bocsánat, egy másik probléma, csak elemezni akarom a helyzetet, Ausztria szakmai elszívó ereje és a vendéglátóipari fizető képessége. Hát ott annyit keres, tudom, mert rengeteg ismerősöm van. 20 órába, 30, 15 órába többet keres, mint itt az viszont, hogyha valaki nem saját üzletet üzemeltet, és nem dolgozik saját maga, adott esetben a konyhán, a pultba, vagy a valaki nem tudja megadni az 1 millió forintos, meg a 800 000 forintos fizetéseket, vagy az 500 000 forintos. Szerinted, Zoli, bocsánat, csak egy gyors kérdés még, hogy lehet a vendéglátóhelyeknek a húzó ereje ezek a közösségi programok? Hát van, hogy lehet. Lehet, csak ezt nyilván ügyesen kell csinálni. Nem árt, hogyha van a kapcsolatrendszere az embernek, nem árt, hogyha különböző lehetőségeket adott esetben pályázatokba, vagy egyéb, vagy elfelejtettünk egy ilyen régi kereskedelmi, vagy gazdasági kifejezést, a bártel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt régi szakik olyan ügyesen tudták csinálni, hogy te most szolgáltatsz nekem, én más módon neked visszaadom azt valahogy ezt a... Tehát vissza kell, majd vissza fognak térni, mert rákényszerülnek az emberek az ilyen ember-ember általi interakciókra, és az is hasznos lesz, úgyhogy megint legyünk optimisták. Hát meglátjuk, amit az előbb akartam mondani, hogy csak egy közrevetés, hogy
Az evolúciónak az egyik tanulsága az, amit amúgy megismertük az evolúciót, nem a legerősebbek élnek túl, hanem azok, amelyek a legjobban tudnak alkalmazkodni. Hát ez azt hiszem, hogy talán törvényszerű is. Mm. Hát meglátjuk majd, hogy mi lesz. Még azért van Szombathelyen olyan hely, ahol közösségi programok is. Van, meg mindig lesznek újak, mindig lesznek. Reménykedjünk be. Én biztos vagyok benne. Én egyébként nagyon várom most már az idei nyarat, mert a tavaly nyáron azért már voltak programok, de minden visszafogottabb volt, mert ugye csak valamikor májusban, április végén, májusban lehetett nekiállni szervezni. Most viszont már teljes szezon elé nézhetünk. A tavalyi nyár még azért egy ilyen visszafogottabb nyár volt, ilyen programok szempontjából, hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az idén. Én nagyon készülök az idei nyárra, és már tudjuk a karnevál időpontját, és egyébként megjelent a Nyugat. Akkor mondd el a hallgatók. Nem olyan nagy meglepetés egyébként. Augusztus utolsó hétvégéje, még pedig 24-től 27-ig. Aha. Annyiban jó ez, hogy utána még van 4 nap, amire kezdődik. Jön szeptember 1-e, mert volt olyan, hogy másnap, ha jól emlékszem, volt olyan, hogy ha augusztus utolsó napján volt a vasárnap, ja, akkor volt, a vasárnapja, volt. És másnap reggel meg már kezdődött az iskola, meg már hűvösebb is volt. Hát ekkor lesz a karnevál. Milyen lesz, azt még nem tudjuk, mert a szervezés még talán most indul be igazán, tehát nem tudom. Hát a karnevál biztos jó lesz, itt a többi program a kérdés. A többi nyári program. Egyébként a karnevál az egy bevezetett brand, nyilván persze, ez menni persze, fog. Persze. Csak hogy köré mit tudnak építeni, mit lehet építeni. Jó, őszintén a karnevált most azért hoztam elő, hogy egy kicsit promózzam a cikkünket, ami megjelent, de én beszélgettem most a városi politikusokkal ma is, meg volt egy videó is, amit a polgármester mondott. Azt ígérték ma is, meg Nemény András is azt mondta a videóban, hogy elég sok nyári programot terveznek a városban, és talán nem csak mindent a főtéren, hanem azért... Spoilerez, Józsi, valamit. Nem tudok, szíves. Tehát még nincsenek... Hát mikor szokott lenni ilyen tavaszi sajtótájékoztató, amikor mondták, egy ilyen hosszabb program a nyitott sorozatom. Városháza, meg az Ébrecs-Szombathely programok, ezek maradnak, de pontosan, ugye tudjuk mind a kettőről, hogy az egyik azt jelenti, hogy a Városházán belül vannak programok. Alaphelyzetben fönt a teraszon, de volt olyan is, hogy kinyitották a polgármesteri irodát, stb. Az Ébrecs-Szombathely az meg ilyen több színű, abba belefér a koncertektől kezdve, kisebb sportesemények is, meg minden ilyesmi. És tehát most ugye egy másik cikk sorozatunknak reklám, hogy mindig pénteken felkerül egy hétvégi program ajánló, ahol ugye a Városháza, vagy a város által is egyéb szervezett. De az milyen jó, hogy az elmúlt hetekben azt nézegettem éppen. És eléggé, reklám akkor nektek, mert eléggé részletesen ott van majdnem minden, úgyhogy igen. Viszont nekünk most elfogyott az időnk. Tényleg? Igen. Nem baj, Zoli, hívunk még. Mindenség. A türelmünk ne fogjon. Pedig maradt volna a téma, nem? Vagy maradt is? Hát nem sok. Egy 4-5 témánk még volt. Mindig ilyen ez egyébként, hogy mindig megmaradnak témák, de most már több mint 50 perce beszélgetünk, úgyhogy hát én köszönöm a figyelmeteket, köszönöm Kelemen Zolinak, a Vörös Sándor Színház színművészének, Nagy Ákosnak, a Nyugatpont munkatársának, én Szilágyi József vagyok, és ezzel a hírelemző, hírmagyarázó műsornak a következő fejezetével találkoztok egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Sziasztok! Köszönjük! Köszönjük!